Testületi ülés Terézvárosban. Újra megnyílt a 6. kerületi szolidaritási központ. Költészetnapi rendezvény az 5-ös 10-ben. Aranyba öltözött a terézvárosi 2 tannyelvű általános iskola. Zöldülhetnek a 6. kerületi társasházak. Húsvét a terézvárosi Ruszin nemzetiségi önkormányzatnál. Ünnepi készülődés a 6. kerületi Kincseskert óvodában. Terézvárosiak a Vivi Csitta futóversenyen. Ismét muskátliosztás a Hunyadi téren a 6. kerületi lakosoknak. Bartók Gonzi koncertje a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Terézváros képviselőtestülete megtartotta szokásos testületi ülését, amelyen 29 pontban a nyílt ülésen és 4 pontban a zárt ülésen tárgyalták a 6. kerületet érintő kérdéseket. Szó esett többek között a BRFK 6. kerületi rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, a személyes gondoskodás nyújtó nevelési, oktatási és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátás biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról, kegyeleti emlékhely kialakításáról, a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére. Döntés született továbbá a 2017 tavaszi civil pályázati támogatásokról, a járóbeteg szakellátási kapacitás belső átcsoportosításáról, illetve elfogadták Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét is. Részletes tájékoztatást az április 24-i adásunkban láthatnak. A Humán Bizottság szokásához híven megint remek dolgokat döntött el és határoztunk el, illetve tettünk javaslatot a képviselőtestület számára. Ilyen volt a felsőoktatási pályázatunk, ahol eredményt hirdettünk. 25 fiatalt tudtunk részesíteni 6 hónapon keresztül 35.000 forint ösztöndíjba. Összesen 40 pályázat érkezett be, nagyon örültünk neki, hogy volt mi közül válogatni. Sajnálom, hogy ez a 15 fiatal nem kapott a pályázati összegből, de hát a pályázat kiírása szerint 25 fiatalt tudunk ebben a díjban részesíteni. A másik örömteljes esemény, amire javaslatot tett a Humán Bizottság a testület számára, a civil szervezeteink támogatása, amely idén az első fél évben is 5 millió forint értékben, összértékben teljesül, illetve majd a második fél évben is 5 millió forint összértékben fog teljesülni. Több civil szervezet pályázott, mint az előző időszakban. Nekem mindig nagy örömet jelent, hogy mindig vannak régi pályázóink, és mindig vannak új pályázóink. Ez nekem, mint bizottsági elnök azt mutatja, hogy a régiek elégedettek, az újak pedig nagy kedvel pályáznak, hiszen szeretnének ők is ilyen támogatásban részesülni. A Szent György díjat is, és a Szent Flórián díjat is összegszerűen megemelte testületünk. Bruttó 250.000 forintba állapítottuk meg ennek a díjnak a mértékét, úgyhogy csütörtökön 2 szerencsés, illetve 1 rendőr és 1 katasztrófavédő szerencsés ember, aki előterjesztésre kerül, ezt a díjat fogja átvenni önkormányzatunktól. A Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén döntött arról, hogy idén is írunk ki pályázatot szociális alapú lakásbérletre. 7 lakás került bele ebbe az idei első félévi csomagba. Ezen lakások úgy kerülnek a bérlőknek kiadásra, hogy előtte a nyertesnek, tehát a leendő bérlőnek ezeket fel kell újítani. Erre vonatkozóan a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT készített egy felmérést, egy listát, hogy mely munkálatok azok, amelyeket ezen lakásoknál el kell majd a bérlőknek végezni. Ezeket a vagyonkezelő egyébként ellenőrzi is, és az így nyertes
pályázók 5 évre kapják meg a bérlési lehetőséget, amelyet egy alkalommal szintén 5 évvel meg lehet hosszabbítani. A mai napon Terézváros önkormányzat képviselőtestülete tárgyalta a Budapest 6. kerület rendőrkapitányság 2016 évi beszámolóját, amelyet elfogadott. Ezen a beszámolón rögzítésre került 2016. évben elért rendőrkapitányság eredményei, amelyek azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. Április 10-én újra megnyitott a kapuit a Szolidaritási Központ. A Terézvárosi Önkormányzat a tartós élelmiszerekből összeállított csomagokkal segíti a rászoruló kerületi lakosokat és családokat. A mai önkormányzati percekben telefoninterjút hallhatnak Varga Judittal a témáról. A költészet napját 1964 óta minden évben József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük. Ez alkalomból az 5-ös 10-ben 2 napot is annak szenteltek, hogy a költészetet kicsit közelebb hozzák a terézvárosi gyerekekhez. A középiskolások a Hoppál Mihály Band és Jónás Tamás műsorát tekinthették meg, másnap pedig a fonogramdíjas Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl hozott meglepetés dalaival az óvodásoknak és az általános iskolásoknak. Bármikor föl lehet pattani a székről, és lehet táncolni. Én a kabátomat is leveszem. Nyugodtan álljatok föl, még a surinak mindjárt itt a tavaszi szünet. Szerintem buli! Na szevasztok, parti van! Itt Bulibomba Landor. Na milyen a hangulat? Jobb, mint a Balaton parton. Figyelj! Tedd fel a kezedet! Integes, ha hallod. Na dal most nektek szól! Te vagy a buli bajnok! Gyerünk! Bum, 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 durranjon a festő. Kezdődik a nevetéstől a szakadás. Bum, a szabban buborék, szabad a tánc rajta hát. Bum, 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 bum. Szép dolog a festészet. A lepedőre főleg. Gyönyörű a szoprázat. Tortából könnyebb. Na nézd, nézd, az meg ott egy UFO. Repül a tányér. Kis csendet kérnék. Indul a tűzi játék. Az 5-ös 10-ben már hagyomány, hogy a költészet napján koncerteket láthatnak a gyermekek és a középiskolások. Az idei évben a középiskolásoknak a Hoppál Mihály Band és Jónás Tamás költő műsorát hoztuk el, ők a tegnapi napon voltak nálunk, illetve a mai napon az óvodásoknak és a kisiskolásoknak hoztunk egy koncertet, a Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl együttes koncertjét látják most és hallják a gyerekek. És ne magyaráz! Láz, láz! Itt nincs kireguláz! Póz, póz! Selfie virtuóz! Cheese, cheese! Induljon a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Buliba! A
tavalyi évben a középiskolásoknak slam poetry műsort hoztunk, Závoda Péter előadásában, és idén azt gondoltuk, hogy egy nagyobb együttest hívunk, és a Hoppál Mihály Band bebizonyította, hogy igazán izgalmas hangzást tud adni egy-egy versnek, és az volt az izgalmas benne, hogy Jónás Tamás, aki költő, ő maga is itt volt, és felolvasott a saját műveiből, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez is kuriózum volt. Figyelj! Hát hogy lássam, ki jeved belőle? Na gyerünk, gyerünk! Föl a székből! Az most a legújabb hóbort, hogy szódával isszák a hóbort. Úgy bezseg csípi a nyelvemet, egy korty is mindenki felnevet. Ez lesz az idei sláger, az összes ücsire rávet. A jéghideg hűsítők módszertja, egy gombot vagy a szódába. Mi lehet ebben a levesben, hogy mindenki ugrál? Fagyi leves! És most a általános iskolásoknak van koncert, Farkasházi Réka. Megtanulja voltam, hogy fergeteges hangulat van, és azért tegyük hozzá, hogy Réka Terézváros lakója. Régóta szerettük volna már őket meghívni, úgyhogy most ez a nap ez tökéletes volt erre, és ezúton is szeretnék nekik gratulálni, mert hogy ők ide, az idei évben megkapták a Fonogram díjat az év gyereklemeze kategóriában, és igazán méltó módon szerintem a Boom 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 egy tényleg nagyon jó lemez, és nagyon jó alapanyag arra, hogy a gyerekekhez közelebb hozzuk a költészetet. Ki nem fél és sem lapul, a tinta, tinta, tinta nyúl, a bátor tinta nyúl, a tinta, tinta, tinta nyúl, a bátor tinta nyúl. Április 11-én aranyba foglalták arany nevét a terézvárosi két tannyelvű általános iskolában. A költészet napján a költő születésének 200. évfordulójára is emlékezve különleges eseményekkel tarkított rendezvényt tartottak. Már egy nappal előbb aranyba öltöztek az épület előtti fák. Az osztályok az általuk örökbefogadott növényeket feldíszítették a maguk választotta módon. Arany János verseiből vett idézetek kerültek a fákra a legváltozatosabb formában. A folyosók falait már egy hete rejtvények borították. Az idézetek hiányzó sorait kellett a gyerekeknek kinyomozni a könyvtárban fellelhető kötetek vagy az internet segítségével. Április 11-én reggel az aulában tartott megnyitóval kezdték a napot, ahol elhangzott egy olyan vers, amelyet az egyik kisdiák írt. Az iskola igazgatója, Martikán Beatrix pedig egy Arany János verssel nyitotta meg az egésznapos programot. Közösen elénekelték József Attila Születésnapomra című versét a Kaláka együttes megzenésítésében. Délelőtt folyamatosan hangzottak el a költemények az aulában, az egyes osztályok tanulóinak előadásában. Fűri Ádám a négy évszak, tél fél, tavasz tarka barka, nyár legjobb barát, ősz, veled együtt főz, lekvárt főz. Gerib Sári, a tavasz hónapok. A tavaszt szeretem, mert a tavasz jó melege,
De a Balatonra is elmehetünk, csak nem fürödhetünk, de akkor is jól éreznénk magunkat. Vörös Sándor a tündér, bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvaláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita, bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita, bóbita épít, hajnali köt falavára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita, bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében. Kora délután újra találkozott az összes gyermek, ám ekkor már az épület előtt. Az osztályok aranysárga színű lufikat eresztettek a magasba, és az égbe kiáltották. Aranyba foglaljuk arany nevét. Délután néhány szülő és pedagógus az elejétől a végéig elmesélte a Toldit az érdeklődő diákoknak diafilm vetítés kíséretében. A saját verset író tanulók műveiből antológiát készítettek, amelyet emlékbe kaptak maguk a kis költők, valamint a programban résztvevő szülők. A költészetnapi program a Terézvárosi Tudástér Alapítvány támogatásával valósult meg. Idén második alkalommal egy egész napos programot szerveztünk a költészet napja alkalmából. Mivel ez egyúttal Arany János születésének 200. évfordulója is, ezért egy kicsit aranyba is öltöztettük ezt a napot többféle értelemben. Aranyverseket is olvastunk, aranyverseket is tanultak a gyerekek, aranyba öltöztettük az épület előtti fákat. Képletesen, de egy kicsit színvilágában is, aranyszínű vagy sárga színű papírokon aranyversek láthatók, különböző formában itt a ház előtt. Aranyszínű, vagyis sárga színű lufikat eresztettünk a levegőbe egy arany rigmussal, kísérve ezeknek a röptét, és hát délután szülők közreműködésével és kollégáim közreműködésével felolvastuk a gyerekeknek az egész Toldit is. Édes anyádasszony ezt neked küldötte, maga dagasztotta, maga is sütötte, és megparancsolta erős kegyetlenül, hogy saját kezedbe adjam szegetlenül. Azzal átaladta, kést is adott mellé, néki Veti Miklós, és ugyancsak szelné. De nem, hogy a cipó válna el derékon, hanem a kés tört el, pedig nem volt vékony. Az öreg csodája, elnye, hogy a kőben, futta úgy meg a szél az által vetőben. Nézte a kést, hová illik a darabja, gondolá jó volna, ha összeragadna. Hanem Miklós bizony nem esett kétségbe, hogy éjjel hal, midőn a kenyér van kezébe. Feltöri a cipót tétovázás nélkül, s íme egy vasdarab húl ki közepéből. Felvette a vasat lábam elől Bence, hát nem vasdarab volt, hanem vasszelence. Könnyen felnyitotta, nem volt semmi zárja. Belenézett, hát csak elállt szeme szája. Vert arany volt benne, nem kettő, sem három, hanem amióta megvan a világon. Pedig kenyerének javát már megette. Annyit sosem látott, azt erősítette. Hát Miklós nem örült a váratlan kincsem. Hogy ne örült volna, abból semmi sincsen. Szörnyűkép örült, ugrált örömében, a holnapi napot forgatá eszében. Hogy veszem majd fegyvert, szép ruhát magának. Hogyan veszi fejét a cseh Mikolának? Hogy lesz ez, hogy lesz ez? De hányféle hogyot, hányféle szép dolgot össze nem álmodott. Sziasztok, itt vagyunk a Két Tanyelvű Általános Iskolában. Mi volt a mai napi program? Hát voltunk kint az udvaron, és kaptunk lufikat, és elengedtük, hogy aranyba borítsuk. Miért borítottátok aranyba az udvar? Hát, hogy József Attilának megünnepeljük a születésnapját. Tehát mit ünneplünk ma? Milyen ünnep van ma? A költészet napja. Voltunk egy ilyen tinta nyulas zenés előadáson, és elmondtunk olyan verseket, amiket írtunk, vagy tanultunk.
Linta Nyúl az 5-ös 10-ben volt ez a kis koncert, hogy éreztétek magatokat? Hát jó volt, csak már voltak olyan dolgok, amiket ismertünk. Neked mi tetszett a legjobban a Linta Nyúlból? Az, hogy voltak ilyen megzenésített versek is. Szerintetek mit jelent ez a költészet napja? Hát szerintem az, hogy írhatunk úgy verseket, mint József Attila. Milyen ünnep volt ma? Arany Jánosnak az évfordulója volt, és a költészet napja, és Arany János 200. évfordulója. Mit ünneplünk a költészet napján? A költők és a szép versek íróit, és József Attila születését. Mi volt a mai program? Mi tetszett a legjobban nektek? Hát elején volt egy iskolai megbeszélés, hogy mi fog történni ezen a napon. Utána osztályonként mindig úgy volt, hogy 5-es, 6-os meg az adott korosztályok elmondták, amivel készültek verseket. És a végén, ami most volt, a Toldit felolvasták pár szülő és pár tanár. Neked mi volt ma, ami a legjobban tetszett? Hát, amikor kimentünk az udvarra, és minden osztály kapott egy lufit, azt mindenki megfogta, és utána fél kettőkor elengedtük, és kiáltottuk azt, hogy aranyba foglaljuk arany nevét. Mi a kedvenc versed? De a kedvenc versem a Petőfi Sándor, az Alföld. Tudsz belőle két versszakot mondani? Igen. Petőfi Sándor, az Alföld. Mind nekem te zordon Kárpátoknak, fenyvesekkel vad regényes tája. Táncsodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegy vagy élet nem járja. Lenn az Alföld tengersik vidékin, ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. Legjobban az tetszett, mikor kiálltunk és mondtuk a verset az elsősökkel. Először az első A, aztán az első B, aztán a második B. És még az is nagyon tetszett, mikor a lufikat szabadon engedtük ki. Neked mi tetszett a legjobban ma? Nekem is ugyanez. Hát, amikor kiálltunk. És úgy tudom, hogy te verset mondtál, te pedig írtál egy verset, amit most felolvasol nekünk. Rácz Boglár Hanka, szappan buborék, szappan buborék, levegőben száll, szappan buborék, kacsint most rám. Szivárvány színeiben pompázik már, ne érintsd meg, mert szép pattanám. Rövid pillanatig tart ez a varázs, gyere, gyorsan fussunk, mert itt jön egy darázs. Hát és itt a költészet napja. És hamarosan megkezdődik a tavaszi szünet, jön a húsvét. Milyen programod lesz húsvétkor? Hát a szüleim azt mondták, hogy vesznek ilyen csoki tojásokat, és a kertünkben elrejtjük őket. És az osztályunkkal készítettünk kosarakat, ilyen műanyag kosarakat, műanyag palackokból, és abba fogom gyűjteni. És várod el a locsoló fiúkat? Igen. Miért szereted a húsvétot? Hát azért, mert a gyerekek kapnak sok édességet. És hát a fiúknak mi a dolga húsvétkor? Meglocsolni a lányokat, de nekem ennél az elején sokkal jobb programom lett. El fogok utazni Simontornyára, vagyis Simontornya közepére, Igarvám szőlőhegyre, az én nyaralomba, és ott fogom élvezni a tavaszi szünetet. És elárultál nekem egy titkot a Hunyadi téren. Mi is volt az? Mit kapsz te most húsvétra? Egy húsvéti nyuszit. Hát azt tudod, hogy a húsvéti nyuszi az nem csak húsvétkor nyuszi, hanem utána is. Hogy fogsz róla gondoskodni? Hát úgy, mint a házi állatokról, csak úgy, mint hogy a családtak lenne, nem egy állat. Hát akkor jó helyre fog kerülni az a nyuszi? Remélem, hogy jól fogja érezni magát velem. Áldott ünnepeket kívánunk a kedves nézőknek! Terézváros zöld felületének növelése, a társasházak belső udvarainak, előkertjeinek megújítása, növényanyagának növelése érdekében írt ki pályázatot
Terézváros önkormányzata, amelyet a kerületi társasházak 2017. május 15-ig nyújthatnak be a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán a 6. kerület 5-ös utca 4 szám alatt. Az ehhez szükséges nyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálaton, vagy letölthető a www.terézváros.hu weboldalról. A támogatás mértéke az elfogadott összköltség maximum 90%-a, de legfeljebb bruttó 200 ezer forint lehet. Húsvéti készülődés volt a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnál, ahol a gyerekek népi viseletben, húsvéti énekekkel és versekkel szórakoztatták a megjelenteket, és mindemellett ünnepi ételeket is lehetett kóstolni. A Terézvárosban már hagyományosan tartjuk a húsvéti előkészületek című rendezvényt. A rendezvényen részt vesznek a gyerekek a 6. kerületből és más kerületekből Budapesten. Folyt egy hagyományos foglalkozás a gyerekeknek, ők ikebánákat készítettek, meg tojást festettek, tehát az húsvéti kellékeket csinálták. Több gyereknek nagyon szépen sikerültek az ikebánák, meg a koszorúk, meg ezt mindent a 6. kerület Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat javaslatával már több éve csináljuk, és mindig nagy sikerrel. Be volt mutatva a húsvéti eledelek, pászka, ami a ruszinoknak szokott lenni, sajt, sonka, és a többi eledelek megszentelte a atya, amelyik most oszlávos miséket végez a Rózsák Teré templomba, és hát imádkoztunk is, úgyhogy megvolt minden húsvéti hagyománytart. A Terézvárosi Kincseskert óvodában a húsvéti készülődés jegyében telt el az elmúlt hét. Minden csoportban a szülőkkel együtt készítettek a gyerekek különféle technikákkal díszeket, ajándékokat. Volt, aki mézes kalácsot sütött, volt, aki kosarat font, és volt, aki papírdíszt kreált, többen pedig tojást festettek. Tücsök Szabolcs zenélt a gyerekeknek a tavasz a húsvét jegyében. Stábunk a Mackó csoportnál járt. Erősíti az immunrendszert, átalakítja a test izomzatát, egyben az egyik leghatásosabb fogyási módszer. Emellett növeli az állóképességet, megfelelő koleszterin szintet eredményez, illetve rendszeres futással megelőzhetők a daganatos, a szív- és érrendszeri betegségek. Csak néhány kutatási eredmény azok közül, amelyek a futás mellett szólnak. Nem véletlen, hogy itthon is olyan közkedvelt ez a sport.
Ez alkalommal az ország egyik legnépszerűbb szabadidőversenye, a 32. Telekom Vivicitta az idén is több helyszínen, Budapesten, Szegeden és Pécsett várta a futnivágyókat és az érdeklődőket. A rendezvényre 83 országból érkeztek futók, csak nem 30 ezeren. A futók között szép számmal voltak terézvárosiak is, és a 6. kerületi önkormányzat csapata is indult. A mai önkormányzati percek vendége lesz dr. Preclig Gábor, a terézvárosi rendészet osztályvezető helyettese és Gajdács Miklós közterületfelügyelő. Tizenegy rajt, 6 táv a 600 métertől a félmaratonig, és több mint 28 ezer futó. Ez a 32. Telekom Vivicitta városvédő futás kétnapos mérlege. A megszokott Margit-szigeti helyszín helyett idén a Városliget adott otthont a 3 évtizedes múlttal bíró hagyományos rendezvénynek, amely idén rekordszámú 2200 vendégfutót is vonzott 83 országból. A nyitószám a 3x2 kilométeres váltófutás volt, amelyben indult az Egyesült Királyság budapesti nagykövete, Ian Lindsay is. A verseny jelmondatát, együtt többre vagyunk képesek, idézve, vele együtt futott rengeteg gyerek. Ahogy a folytatásban a 600 méteres családi futamban is. A Suhany Alapítvány ugyancsak 600 méterét kisebb-nagyobb segítséggel fogyatékkal élők is teljesítették, de igazi sztárcsapat, egykori olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, média személyiségek álltak össze a Minicitta 2,5 kilométerére. A jótékonysági futócsapat célja többek között az volt, hogy felhívják a figyelmet az autizmus ügyére. A nap leghosszabb távja az 5 kilométeres Minicitta volt, míg a második napon már csak a hosszabb távoké volt a főszerep. A félmaratonon 9200-an indultak az idei új betétszám a páros váltóival együtt, míg a délutáni Vivicittán közel 6,5 ezeren lódultak neki a 10 kilométeres távnak. A 6. kerületet mind a félmaratonon, mind a 10 kilométeren a táv elején és a végén érintették a futók, akik közül Terézvárost összesen 150-an képviselték a hosszabb futótávokon. Semmit nem terveztem, azon voltam, hogy legyen, tehát ne legyek az utolsó, és hogy szélbe érjek futva, tehát ne legyen az, hogy sétálok, meg ilyesmi, hanem hogy ilyen futótempó is. Az jó volt, hogy tulajdonképpen, hát én még életemben ennyit nem futottam, és hogy tulajdonképpen az utolsó 5 kilométerben sem esett drasztikusan a tempóm. Gyönyörű a Duna, nagyon kellemesen pont szembe fújt a szél a Dunaparton, az fantasztikus volt. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen közel vannak egymáshoz a hidak. Meg azért érdekes, hogy mennyi kis titkos emelkedő van ebben a városban. Ezt úgy nem nagyon veszik észre. Csomó rejtett titok, meg azért, hogy nem is olyan nagy ez a város így, hogy végül is fut az ember. Kezek fönt, mosoly az arcom, büszkeség a szívben. A terézvárosi önkormányzat mindig nagy figyelmet fordít a környezet megóvására. Ahogyan az előző esztendőben, az idén is megünneplik április 22-én a Föld napját. A hagyományoknak megfelelően ezen a napon a gyűjtőpontokon lehet leadni a háztartásokban felgyűlt veszélyes hulladékot, és a 6. kerület lakosai számára a muskátli osztásra is sor kerül. Ötödik évadát kezdte meg április első napján a Terézvárosi Önkormányzat, mára már hagyományossá vált rendezvénysorozata, a Tér Zene, Zene Tér a Hunyadi téren. A szép tavaszi időben benépesült a tér, a családok, idősek és fiatalok láthatóan örömmel fogadták a Kaláka együttes koncertjét, kedvel kapcsolódtak be a kézműves foglalkozásokba, és jó ízűen fogyasztották a piknikre kínált harapnivalót. Őszig minden szombaton várják az igényes szórakozást, zenét kedvelő terézvárosiakat és vendégeket is az ingyenes koncertekre a Zenepavilonhoz. Ezúttal a Bartók Konzervatórium műsorát láthatták az érdeklődők.
Hát én most 10. éve tanulok gitározni, és igazából nagyon nem bántam meg egyáltalán, hogy zenei pályát választottam, mert igazán kifizetődő és hálás. Hiába gyakorlunk naponta XY órát, akkor is teljes mértékben kifizetődik, és igazából felszabadítja az embert, ad hozzá egyfajta pluszt, én úgy érzem. Elég meglepő volt nézni, hogy ennyien felfigyeltek a klasszikus gitárszavára, mert hogy általában ugye ez a rock, metal az, amit így keresnek az emberek. És ezért volt jó látni azt, hogy sokan ugye alapból azt tekintik alaphangszernek, hogy mondjuk gitározni vagy zongorázni. És igazából a gitár, mint klasszikus hangszer kevésbé ismert, vagy kevésbé keresett, mint mondjuk, ha megnézzünk egy zongoraversenyt, általában tele van a zeneakadémiai nézőtér például, de egy gitárversenynél már azért kérdésesebb. És ez valószínűleg abból fakad, hogy a gitár az egy technikailag nehezebb dolog, de az alapjait könnyebb elsajátítani például. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A jövő héten a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!